Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze önöknek. Csaknem 600 csapat és 30 ezer látogató vett részt az idei lecsófőző vigasságon. Az érdeklődőket színes és látványos programok várták a Zichy-ligetben és a környéken. Végérvényesen bebizonyosodott a lecsó, mint étel, egy tőrölmetszett szeretett provokátor, hiszen ma nem volt Fehérváron olyan ember, aki ne hagyta volna otthon gondjait a kicsit füstös, kicsit felhős, de minden más szempontból felhőtlen nap kedvéért. Idén is mintegy 600 csapat mérettette meg magát a 13. lecsófőző vigasságon, és a bográcsokba rotyogó finomságok több mint 10 000 ember csaltak ki a kora őszi szombaton az Zichy-liget környékére. Évek óta lecsó, azt hiszem, hogy ürügy, egy nagyon egyszerű, de nagyszerű étel. Ez sok veszélyt is rejt magában természetesen, mert mivel könnyű elkészíteni, mindenki ért hozzá, viszont lehetőséget nyújt arra, hogy kreatívan, fehérváriak kreatívan alakítgassák a saját ízlésük szerint. De azt hiszem, hogy az időjárás úgy néz ki, hogy kegyes hozzánk, a közösségi élmény idén sem marad el, majd 10 000 embert várunk, 10 000 fehérvárit várunk ide a lecsófőző vigasságokra. Egy találkozás, együttlét, közösségteremtő, kezdeményezők, és köszönjük ezt Sipos Józsefnek, hogy elindította talán az első, még 7-8-an főztek, ma már innéttől látható, vége sem látható a főzőknek. Én bízom benne, hogy szép napunk lesz, és kívánok mindenkinek szép napot és tartalmas közösségi együttlétet. A rangos eseményt köszöntő polgármesteri gondolatsor a múltból indult ki, hogy megérkezzen a jelenbe és megmutassa a jövőt. Ez a közösség, ez össze is jön évről évre itt a lecsófőző vigasságokon. Szerintem nagyjából olyan 8-10 000 ember biztos, hogy itt van, 5-600 csapat, és láthatólag teljesen mindegy, hogy milyen az időjárás, az emberek jönnek, jól szeretnék magukat érezni, és én remélem, hogy jól is fogják magukat érezni. És milyen különleges, hogy a gasztronómia az találkozik a maga kulturális rendezvényeivel, azzal az értékkel, ami pedig azt gondolom a lelkünknek nagyon fontos, a magyar népdallal. Jakab Rózsa és a Fehérvári programszervező Kft. Munkatársai sokat tettek azért, hogy a lecsófőző vigasság idén is elfoglalja méltó helyét a magyarországi gasztrofesztiválok sorában. 600 csapat van, egészen végig a Dózsa-György úton, Móri úton, Szentvendel közig. Én úgy gondolom, hogy Sipos Józsi szerintem büszke lehet ránk, mert tovább vittük a hagyományt, amit ő elképzelt és amit ő kitalált. És hát ugye ez köszönhet a fehérváriaknak, mert hogy nekik szervezünk, és ők szerintem egy nagyon-nagyon jó hangulatú és nagyon jó lecsófőző vigasságot hoztak úgy szintén az idejében is. A lecsó derült ki, visszatérés az eredendőhöz, egy játék, a közösség játéka. A füstszőtte találkozón dalcsokrok, bogrács közeli történetek. A lecsónak nincs filozófiája, s nem kell hozzá más, mint némi zsiradék, paradicsom, paprika, hagyma, és ami a legfontosabb, barátság. A mi lecsónkban annyi lesz, hogy együtt vagyunk. És nekünk ez az első ilyen lecsófőzésünk, hogy így vagyunk együtt csapatban. Az összetevőkben nem lesz, csak akik készítik, abban lesz a különlegesség. A lecsó macsó csapat neve olyan, mint ők maguk. Rettenthetetlen őserő lakozik bennük, akár csak a lecsójukban.
Idén ismét egy hagyományos lecsót fogunk készíteni. Azt, hogy ki mivel fűszerezi, az igazándiból teljesen mindegy. Most különböző csilikkel készültünk, tehát a nagyon csípőstől az olyan kellemes, aromás csípős. A Médiacentrum lecsója olyan volt, mint mi magunk. Szerkesztett változata az eredendőnek, így ezúttal is mindenki hozzátette a magáét. Ki hírt hozott, ki magazint, néhányan a beszélgetős műsort favorizálták, és persze született etűd és publicisztika is. Egy szóval jó műsorban nem volt hiány. Kis Laci, a kivételes tehetségű kukta, ezúttal az előkészítésben tündökölt. Mi az emlékeink kapcsán napközis lecsót főzünk, olyat, mint amilyet kaptunk annak idején. Ki sem merem mondani hány évvel ezelőtt. Tojás lesz benne, szalonna, paprika, meghámozott paradicsom és némi jókedv. És ráadásul ferde a bográcsunk, ami külön nehezített körülményt jelent. Tóth József vezetésével rangos zsűri értékelte a résztvevők konyhatudományát. Mint a mesterszakács elmondta, az idei évben is kiváló ízű és küllenű ételek kerültek az asztalra. Minden évben olyan gazdagsággal gyarapodunk, hogy így fejezzem ki magam, hogy az előző évek tapasztalatait mindig egymásra pakoljuk, és kialakul a 13. év összegyűjtött tapasztalata. Valamikor valóban így van, hogy a Lecsó Fesztivál miről szólt és hogy indult. Drága jó Sipos Józsi barátunk, mondhatom így, ő sem gondolta volna, hogy olyan fiatalságot, olyan életet hív elő, vagy hívunk elő együtt ezzel a rendezvénnyel, ami ébren tartja a hagyományokat, és megfiatalítja az egész lecsónak a szellemét, vagy a lecsófőzés szellemét, amely nyilván egy utalás, egy hovatartozás, egy összetartozás, egy baráti találkozókra, de ma már szinte várják az emberek, hogy ez bekövetkezzen, és amikor azt mondjuk, hogy Fehérvár a királyok városa, akkor konkrétan én alapító tag vagyok, és 13 éve zsűrizek, de mondhatom azt, hogy királyok városa, de még a Lecsó királyok városának is nevezhető Fehérvár. Tők Katalin, Lecsó királynő, a Crazy Lecsó team tagjaként nem tartott felsőfokú lecsológiai értekezést, helyette stílusos ételeket készítettek mindannyiunk örömére. Nagyját, azt, hogy nyertünk, azt itt az úrnak köszönhetjük, és egy ilyen nagy tálat csináltunk, amiben volt ilyen mediterrán lecsó, volt egy májas, meg egy sima hagyományos. És akkor ilyen díszítésként paprikába volt töltve, rizssel volt díszítve, zöldségekkel. Ez évben ismét kiderült, ha már egyszer az UFO-k itt hagyták a piramisokat, teremtsünk mi is magunknak valamit, amitől leesik az állunk. Ez lenne a lecsó főzés, a harmónia teremtő találkozás a csapatléttel, mikor 10 000 szempárt szembesítünk étkeink értékével. Cingel Szilvia kulturális antropológus tartott előadást múlt héten a Hetet-Hét Játék Múzeumban. Az érdeklődők szinte mindent megtudhattak a régmúlt tisztálkodási szokásaival kapcsolatban. A középpolgári és a felső arisztokrata rétegről fogok beszélni, és az ő higiéniai kultúrájukról. Újra kinyitott a játékszalon a Hetet-Hét Játék Múzeumban. A ma délután a higiénia és a tisztálkodás jegyében telt. A közönség megtudhatta, hogyan mosakodtak a városlakók az 1860-as évek végén, illetve a két világháború között. Mai szemmel nézve egészen más higiénés normák között éltek ezek az emberek, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon ritka téma, kevéssé kutatott, úgyhogy én nagyon remélem, hogy nagy érdeklődésre tart majd számot. Hát először is az, hogy a két világháború között a fürdőszoba az nem egy természetes tere volt egy lakásnak, hanem ez csak a felső középpolgári rétegnek volt a privilégiuma, és hogy Budapesten még csak a belvárosi háromszobás lakásokban volt csak fürdőszoba, és hogyha belegondolunk, hogy közel 1 millió ember, aki Budapesten él már ebben az időszakban, nem tud hol fürdeni, és akkor különböző alternatív megoldásokat kell
választaniuk, például tisztasági fürdőbe kell járniuk, és a téma, vagy hát az előadás fogja érinteni ezt is, mert hogy Budapest mellett például Székesfehérváron az Árpád fürdő volt egy ilyen nagyon jellegzetes gyógy és tisztasági fürdő, ahova például a székesfehérváriak járhattak, akiknek otthon nem volt fürdőszobájuk. Ez mindennapos fürdési lehetőség volt? Nem, tehát még egy középpolgári réteg is hetente egyszer fürdött, illetve nagy ünnepek előtt, és aki mondjuk tisztasági fürdőbe járt, az általában 2-3 hetente, volt, aki havonta egyszer. Volt már akkor szappan? Hát természetesen, tehát szappan volt, de ugye ennek a korszaknak ez is egy nagy érdekessége, hogy a házi, falusi főzött szappanból gyakorlatilag hogy lehet, vagy hogy kezdenek használni boltban vásárolható szappan, mert ugye egy igazi polgári úri hölgy nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen csontokból főzött házi szappannal mosakodjon, hanem az a fontos, hogy a drogériába vegye meg a szappant. Mennyek voltak azok a tisztítószerek, akár sminkszerek is, amiket már használtak, és mondjuk elég kezdetleges volt a maihoz képest? Hát a pudert használták, de például a rúzs az abszolút elkölcstelen volt, és aki rúzsozta, vagy az a nő, aki rúzsozta magát, az például abszolút egy ilyen prostituált kategóriába helyezték. Természetesen egy középpolgári réteg asszonyai jártak moziba, és látták a nagy színésznőket, például Greta Garbót, aki mondjuk hát rúzsozta magát és kihúzta a szemét, például ez nagy divat volt akkor, de maga a rúzs műfaja, illetve a körömlak az még abszolút tabunak számít ebben az időszakban. Az előadó hozzátette, ilyen tájt kezdtek el a nők foglalkozni a sporttal, illetve a diétával, valamint erre az időpontra köthető az is, hogy a hölgyek megváltak fűzőiktől, a rúzs és a körömlak azonban tabunak számított. A mobilitási hét keretében csörgőlabda bajnokságot szerveztek a Szénatéri Általános Iskolában, melyre 7 csapat jelentkezett. A bajnokságon fiúk és lányok mérték összetudásukat az érzékenyítő játékon. Lehet látni, felfeszítenek csalukszal 3 ilyen csíkot, amit meg lehet tapintani. Hárman játsszák ezt, egy csapat 3 tagból áll, és akkor itt vannak a padok, ebbe kell begurítani a labdát, és akkor ember van középen, és 2 a 2 oldalán, és a 2 oldalán általában szoktak lenni a védők, ott meg át szerintem a csatár. A játékszabályokat a gyerekek már kívülről fújják, és persze azt is, hogy a csörgőlabda nem más, mint egy érzékenyítő labdajáték, melyben egy elsötétített síszemüveg miatt nem látnak. Szeretem azért, mert egyszerűen, hát jó, a csapatunk neve azt hiszem a legeslegjobbak, és azért szeretem játszani, mert hát jó, mert szeretem. A különleges labdajáték nagyon népszerű a gyerekek körében. Az iskolások értik is a lényegét, mégis van valami, amire ők sem találják a választ. Ez egy olyan játék, amit eleve a vakoknak találtak ki, akik nem látnak szemmel, és a labda felépítését ma már megkérdeztük az edzőbátor, de hát sajnos nem tudja, hogy hogyan készül a labda. De hát nagyon érdekes, mert az a lényeg, hogy úgy képzeljék el, hogy van egy kisebb piros labda, abban ilyen csörgő kis ekkora labdák. A Szénatéri Iskola igazgatója szerint a mobilitási hét keretében több éve szervezik meg a bajnokságot, és időről időre egyre több csapat jelentkezik rá. Az iska történetével függ össze, még a nagy integrációs hullám előtt már jártak hozzánk vak tanulók, és akkor még a nagyon kezdetleges módon a Vakok Intézetétől kaptuk ezt az ötletet, hogy van ilyen, hogy csörgőlabda bajnoksága a vakoknak. Hát ezt mi most a látóknak is meg szoktuk rendezni évente 2-szer, az egyik az őszi, és van egy tavaszi visszavágó, hogy úgy mondjam, a csapatoknak. Ez pontosan egy érzékenyítés mentén tesszük, hisz a gyerekeknek a síszemüveg el van homályosítva, be van feketítve, tehát nem síszemüvegben lesznek, amelyen nem látnak ki. És így a gyerekek érzik azt, hogy milyen nem látóként is mégis mozgásba maradni és sportolni.
és hát ez gyakorlatilag a kettő az egyben, mert mi közben mozgunk, a mentén más embertársaink életével is megismerkedünk, és egy kicsit érzékenyülnek az ilyen jellegű hiányosságokkal, hogyan lehet mégis teljes életet élni. Van az iskolának még egy további programja akár, vagy ilyen kis rendezvénye, amiben az érzékenyítést tartják fontosnak? Hát természetes nyitottak vagyunk, vannak esélyegyelőségi délutánjaink, van, amikor pályázati út mentén sikerül ezt, például tavaly is sikerült olyan órákat szerveznünk, ahol a Mancs Egyesület kutyáival együtt volt ilyen esélyegyelőségi óra, illetve hát maga az, hogy itt az iskolában a város rendezésében délutánonként a Filmjakab fogyatékos foglalkoztató intézmény tanulói, dolgozói jöhetnek hetente sportolni, és a gyerekek őket látják, valamint a nyugdíjasok is ide járnak hozzánk. Úgy gondolom, így nem csak a valamilyen sérüléssel, hanem a minden életkorban való esélyteremtést látják arra, hogy teljes életet tudjon az ember élni. A picik mennyire érzik át ezt a társadalmi problémát? Hát annyira, mennyire a társadalom, ugye? Tehát, hogyha ezt a mindennapok természetes részévé tesszük, akkor a gyerekeknek nem alakul ki az előítéletes magatartása. Hogyha ezt a mindennapokban nem tűzzük a zászlónkra, a szürke hétköznapokba, például most mondok egy példát, jelen pillanatban nincs vaktanulónk, de mi mégis megtartjuk ezt a tornát. Volt, amikor vaktanulók ellen játszottak, hogy úgy mondjam, a gyerekek. Tehát, hogyha mindennapok részévé tesszük, akkor a gyerekeknek természetes, hogy elfogadó környezetben nőnek fel, és ők is elfogadottak lesznek, és elfogadottak, hisz minden ember más összességében. Kell őket motiválni egyébként? Hát, mint látható, nem. Tehát pont azért, mert hagyománya van az iskolában, mert tudják, hogy van, nagy örömmel vesznek részt, és azt is el kell mondani, hogy kell hozzá egy elhivatott pedagógus. Ugye kell egy olyan testnevelő tanár, aki ezt az egészet koordinálja, összefogja, meghirdeti, és ragaszkodik ahhoz, hogy a rendezvény meg legyen tartva, jó értelemben mondom ezt. Az iskolának lesz egy nagyobb tornaterme, ami gyakorlatilag most az udvar nagy részét fogja majd felölelni. Hogyan tartanak jelenleg a munkálatok? Hát a munkálatok az úgy, mint látható, azért a kezdetén tartanak. Azt el lehet mondani, hogy a kivitelőzővel eddig nagyon gördülékeny és konstruktív a kapcsolatunk, tehát minden olyan kérésünk, ami volt, hisz azért az iskola életében ez, hogy mondjam, egy kis változást azért okozott, ugye? Tehát másképp használjuk a megmaradt udvar részt, a parkot és az egyéb területeket, ő tolerálja a kivitelező, illetve elősegíti. Ő szempontjából is a legelső az, hogy az itt lévő gyerekek, ha lehet, ne érezzenek meg sokat ebből a dologból. Természetes azért a gyerekek is, és az idejáró felnőttek, a szülők is tisztában vannak vele, ugye ez olyan, mint mikor egy saját házban felújítás történik, de azt lehet mondani, hogy ha bár az építkezés elején vagyunk, de tényleg tekintettel vannak a gyerekekre, odafigyelő magatartásuk van, biztosítanak minden olyan számunkra, ami is elősegíti azt, hogy minél gördülékenyebb legyen ez az egyéves, közel egyéves együttlét. Abban a tornaterem, ahol most jelenleg állunk, ez megmarad, ugyanúgy játszhatnak, majd tornázhatnak itt a picik, vagy már teljesen átveszi majd a legújabb tornaterem ezt a féle funkciót? Jelen pillanatban az iskolában szüksége van erre a tornateremre is, tehát a következő tanévben igaz, hogy egyszerre kettő osztály tud a nagy sportlétesítményben tornászni, viszont a gyerekek számára ez is megmarad, hisz a közel 650 gyereknek szüksége is van a mindennapos testneveléseknek a megfelelő módú megtartására, illetve de a délutáni időszakban azért a köfémessé utánpótlása fog 15 órától tevékenykedni, tehát akkor pedig ez a szerepe megmarad ennek a tornateremnek továbbra is. Mikorra készülhet el? Mikor tudják majd a picik használni? Hát azt gondolom, hogy a tavasz sok mindenre választ fog adni. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a májusi időszak az teljesen reális lesz.
Az iskola igazgatója hozzátette, az iskolában rengeteg érzékenyítő foglalkozást, programot szerveznek, ahol a diákoknak megtanítják a társadalmi elfogadást, együttműködést. Szeptember 20-án indul az Életmód Klub a Kettlerben. Az új kezdeményezés célja, hogy segítsék azokat, akik rászánták magukat az egészséges táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra. Az elmúlt hetekben igazán nagy volt a pörgés a Kettler-Fehérvárban, szeptember 20-án pedig elstartol az Életmód Klub. A fehérvári terem második születésnapján kérdeztük ennek a részleteiről Plecser Ádám szakmai vezetőt. Azt gondoljuk, hogy az egészség az igazából mindenkinek jár. Az, hogy fitten jól érezzük magunkat, az nem egy kívánságos dolog, és az is nagyon fontos, hogy nem szükségeltetik hozzá akkora nagy tudást, mint amit sokan gondolnak erről az egészről. És erre a legmegfelelőbb nem azt gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan programot, ahol összeszedjük azokat az embereket, akiknek hasonló gondolatai vagy előítéletei vannak ezzel az egészen kapcsolatban, és jól tudják egymást vezetni. Az előítéleteknél arra gondoltam, hogy én úgyse tudok lefogyni, én úgyse bírom a diétát, én is akkor mondhatnám ezt a sok dolgot. És az Életmód program ez direkt így lett összeválogatva, hogy ezeknek a hétköznapi embereknek tudjunk segíteni, és hozzá tudjuk úgy segíteni őket ahhoz a megálmodott jó életformához, amire úgy igazán szükségük van, vagy amit szeretnének, és amitől egy kicsit teljesebb életet élhetnének. Az Életmódváltó program komplex megoldást kínál, szakavatott edzőkkel, személyre szabott edzéstervel és működő diétával segítenek az érdeklődőknek, akár fogyni, akár izmosodni, vagy éppen az életminőség javításában. Megismerkedhetnek saját testükkel, határaikkal, vagy éppen a tipikus hibákkal. Ha már a hibáknál tartunk, szintén a Kettler-Fehérvár második születésnapi programján futottunk össze Békefi Brigitával. A sikeres versenyzőt arról is kérdeztük, hogy mik a leggyakrabban előforduló baklövések, amiket általában elkövetünk. Én azt gondolom, hogy a legtöbben a táplálkozásra hajlódnak, és annak a rendszerességével. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy hétköznapi vendégem irodában dolgozik, és ül 8 órát, nekik a legnagyobb probléma az a folyamatos táplálékbevitel, tehát a rendszertelen táplálkozás, és amikor ételhez jutnak, akkor sajnos általában a finomított szénhidrátok, hiszen ugye az a legegyszerűbb, legtöbb helyen megkapható élelmiszer. Hogy hogyan edzenek a sikeres versenyzők? Nos, ezt is megleshették a fehérvári teremben, Békefi Brigita mellett Salamondia is itt edzett a Kettler-Fehérvárban. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!